Keresik néged a bölcsök és király.
királyok, papok, költők és koldusok. Világ megváltó konferenciák várják őket és fényes krónusok. Thank you.
Ha 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 ha
Te is emberek közé vagy. Haladni kívánok a korral. Haladjon ön is a korral! Süssön bánca a mosókorral! Nekem szitőbb vagy. Ugye milyen hangulat? Ugye édeském, mi nem unatkozunk. Nem? Ha nem szeretnék egymást ennyire, akkor most nagyon van. De mi szeretjük egymást, és így nem unatkozunk. És főleg nem veszekszünk, mert ha mi ma éjjel veszekednénk, akkor egész évben veszekedés lenne nálunk. Mint például azoknál a szerencsétlen blazsakéknál. Mit el kell szenvedni annak a szegény férfinak attól a bestiától? Miért bestia? Azért, mert beszélsz egy másik férfiba. Hát unatkozott! Én meg tudom érteni. Tisztességes asszony nem unatkozik. Az a blazsak egy derékember. Az a blazsak egy smuci tisztó. Soha nem járnak semmi. Fogadom, hogy most is akar őnek a és azt hazudják egymásnak, hogy mennyire jól érzik magukat. Te nagyon véded ezt a blazseknét? Hát mondjad, drágaságom, te, aki tisztességes asszony vagy, te meg tudnál engem csalni, mert unatkozol mellettem, ha teszem azt, olyan lennék, mint a blazsek. De nem olyan, mint a blazsek. De tegyük fel, hogyha olyan lennék, mint a blazsek. Akkor meg csalnál? Akkor megcsalnálok, ha olyan lenne, mint a blazsek, akkor megcsalnálok. Hát akkor vedd tudomásul, drágaságom, hogy egy tisztességtelen, romlott nő vagy. Olyan romlott, mint a blazseknél, sőt, sokkal romlottabb, mint a blazseknél. A blazseknek a férje. De neked én vagyok a férje. Te pedig egy aljas mozi tisznó vagy. Olyan romlott, mint a blazsek. Sőt, sokkal romlottabb, mint a blazsek, mert a blazsek meg a blazsekné a felesége, de neked én! Hát akkor most már azt mondom, drágaságom, hogy lehet, hogy nem voltál még Szilveszter kopopambága. Dorabba szállt el! Szűrött, légy a vesz! Boldog új évet kívánunk, kedves Tessék!
művésznek hívjam? Hogyne, fiam, szaladjon. Én szaladok. Jézus Mária! Mi ez a... Gubics, mi ez a... Temető! Szerencsétlen, ez egy katolikus temető, nekem a zsidó temető kell lenni, megmondtam! Hát én tudom, de... De hát ez volt tetszik tudni, és a direktor nem engedett már csinálni. Milyen címen feküdjön a zsidó Kántor fia a katolikus temetőben? Ezen a címen egy hálott. Ugyan, legalább a kereszteket fakadnál. Az nem lehet. Mi az, hogy nem lehet? Ez a temető fog engem a sírba vinni. Változtatni meg a szenáriumot. A Kántor fia térjának a halálos helyre a katolikus. Ez nem is rossz. De akkor nem lehet a darab címe a Bigott. Hát legyen az a címe. Remek, remek, Gubics, nagyszorodj! A művésznő? Hogy lehet? Azonnal itt lesz. Gubics, találtam a szereplőt a tantalus szerepre? Őrendeti úr, kérem! A színészek között egyik sem megfelelő. Szerencsétlen. Akkor az az utcára egy kolt. Nekem mindegy, hogy milyen, csak éhes legyen, nyomorult, borostás arcú, és színész legyen. Nekem csak egy éhes ember kell, érted? Borotásra tudna. Szaladjál már! Szaladok. Szervusz! Szervusz, fiacsám, kezdhetjük! Belőle! Reflektor 13 balra. Miről van szó? Second plan, sírás pedig premiertán van, értetted? Sírva is lehet? Csak a végén. Akkor kérem viccelni. Magadtól nem tudsz sírni! Nem, ma rossz kedvem van. Jó, megkapsz. Na, kész? Mehetünk. Másról szintőrben jön kifelé. Megáll, megvan a viccelni, sír, ha majd térdre esik. Aztán second plan, premier plan és blend zárul, értetted? Mehetünk. Szomorú arcó. Még szomorúbb a... Jobban az a fájdalom. Feküdj bele a fájdalomba. Eszelőre, úgy tömmel, roskadj össze, jobban az a roskadás. Roskadj, mint egy konflisló. Úgy. Megbízd a szádat. Várjál. Úgy nagyon jó lesz. Hol a kezed? Lőd el a kézbe! Tudod el a kézbe! Hogy vörös legyen egy frász! Orcit a munka. Jobban azt az orcintvár. Még jobban azt az orcintvár. Úgy, vigyázz! Na, gyerünk öregem, premier plan, sírás. Körítsd a szád, nem sírni. Szomorú arcot, ennél még szomorúbban. Nem, mert akkor csúnya vagyok. Mindegy, úgy csúnya. Szomorú arcot, jobban az öreg. Nagyon jó, remek, remek. Nem adták, licei. Sírjál egyszer könnyeket. Nem, meg. Mi az, hogy nem meg? Most mutasd meg, hogy mit tudsz de utoljára. Mi az, hogy utoljára? Utoljára, mert nem kapsz több szerepet, kivénültél, sírni se tudsz. Szik az ember! Bőg! Ki tudja, meddig bőghetsz még? Mi az, te csacsi, most már mit bőgsz? Csak nem képzeled. Akkor miért hazudtál? Meg akartam mutatni, hogy tudsz glicerintet. Félre, nézni úr! Mi van? Mi? Miért jöttél? Ja, megvan a tantalus. Na, akkor hozzád. Tetszik tudni, most adnak neki elni, mert nagyon éhes és elesett. De mondom, jó, oké, nem érdekel, de ne sokat. Hát sokat, de éhes lesz. De ne sokat, mert éhesen kell. Éhes lesz. Akkor szóval is szeledek. Holnap lesz felvétel. Nem, veled már végeztem. Már csak a tantalus szerep hiányzik. Kérem én, perces vagyok. Na nem mondja, szerintem én.
Én élek, hát ki mondta ezt magának? Hát, mert tulajdonképpen jobban lehet. Az. Volt nekem régen egy gimnáziumom, és volt egy érettségi. Gimnázium után volt érettségi? Nem. Érettségi után volt gimnáziumom. Tanár voltam. Most pedig tetszik látni. És hát, hogy hülyed le ideig? Hát úgy, hogy én vagyok a világ legpecesebb embere. Na nem mondja. Régen, a múltkor volt is egy pályázat, hogy ki a világ legpecesebb embere. Én megpályáztam, és meg is nyertem. Igen. Úgy nyertem meg, hogy nem nyertem meg. Hogy? Ha megnyerem, akkor már világos, hogy nem én vagyok a világ legpecesebb embere. De mivel nem engem tart a legpecesebb, így mégis én vagyok a legpecesebb. Na jó. Tetszik érteni? Nem. Hajlandó megcsinálni azt a felvételt, vagy nem? Kérem, hát ne tessék ezt így forszírozni. De miért? Úgy sem fog sikerülni. Olyan pecces vagyok, hogy neked semmi se sikerül. De ember, hiszen éppen ez a nagyszerű. Magának az nagyszerű, hogy én pecces vagyok. Hát hogyne? Mert én éppen egy ilyen pecces embert akarok ábrázolni. Itt nekem pont magára van szükségem. Ó, de magának őrült szerencséje van. Egyszer az életben megjátszhatja saját magán az eredményt. Mindig ihat vizet. És nem kell akkor lefeküdni, amikor a legérdekesebb.
mint volnék, mindig térdelnék a széken. Megennék egy-egy tárgat, csak itt minden ebéd előtt. Hozzavinném a zsiráfot, azt én is, s pohárban csiráztatnám a datorimot. Én a kézzel fogom a legyet. Tudsz legyet fogni. De jó lesz, ha már felnőtt leszek. De tényleg, miért mossa meg mégis a kezét? Miért teszik fel a pulóverét? Miért nem rákja a pulóverét? Miért teszik fel a pulóverét? Meg fogom tőlük kérdezni egyszer. Mókusok csöngetűznek ezüst dióval. Te itt állsz álmaid között díszítve, aranyozott útravalóval. Jagelló kivéne gyegenéhez. Dubrovnik cédrus illatába menjünk. Vagy a kerekutájóban, langyos forradborában legyünk. Thank you.
most jónak lenni, el se tudnád képzelni. Annyi mindent meg kell tenni, de nem ígérem, hogy jó leszek. Semmi jóból most ki ne hagyják, nem tart soká a hetedik nyár. A régi anyúrba volt is a játék, nem mutattam, mert nekem is fáj. Oly nehéz most jónak. Whichever way you see it, you have to admit it and live it and live it. We all keep the party in the end, all the girls keep the party the end, and the boys keep the party the end. Yeah, we all keep the party the end, the end, the end, the end. Blew up my TV. It was numb in my brain to be thinking the same as a million other people, all feeling afraid of the same thing. But there's nothing to lose, 'cause we're all on a bike and we're cycling, getting off on our injuries. But you gotta get the comet and live it to love it, and live a love life. Thank you.
izé? Van-e hibám, vagy károm? Már két hete vagy három! Öreg anyánkat várom! Nézd csak! Ott jön! Jól látom? Tüdős! Tájas, huppantos! Jó estét!
bocsim. Van-e hibám? Vagy károm? Ha anyáját én vezetem, nincs ott semmi veszedelem. Na, hány az óra, öreg? Három feltájítőre. Feküdjünk a földre. Az öregnek kicsi kell. Alig iszik. Bukik fel. Juhászim. Pajtásim. De elaludtatok. Ennél a nagyjájnál egyedül hagytatok. Mind úgy alszik, mint az összeesett duda. Ilyen hideg életen nem is csoda. Milyen szép a vette. Fényességet lát szemem. Ki vagy te? Az áldóért. Ébredjetek! Égből küldött engem is, hogy az örömhírt hirdessem! Hiszen ma megszületett ki, megjövendöltetett. Hely, mi dolog ez? Mit jelent ez? Új örömöt mondok nektek, kik most jelen vagytok. Megszületett behívott a rendváltótok. Rossz istállóban, szalmában, jászolban fekszik a messiás ebben a nagyfagyban. Gyere fel, öreg! Indulás! Várj minket a messiás! Kuratéra, bakatéra! Élhetetlen gyurgyóka! Vakszekokas, amit kurjogatsz a fejem fölött! Miért nem hagysz már? Csapófát az öreg alá. Csapófát. Így a fátnak térdje alá. Felvinnék az öreg. Maga erejéből is állami. Ne féljetek, öreg! Velünk van az Isten. Nem is félek. Csak a szívem nagyon remeg. Jöjjön öreg Betlehembe. Hová? Debrecenbe? Nem, Betlehembe, a kis Jézuska. Elég már! Mit vigyünk a kis Jézusnak ajándékul? Egy bárányt, egy sajtot! Ilyen szegény pásztoroktól elég részen. Elég. Talán még az aranynál is többet tészen. Arra a figyelmüket, hogy áruházunk elméletileg 2 órája bezárt. Legyenek szívesek, fáradjanak a kasszához! Köszönöm! Már 2 hete vagy 3 öreg anyánkat várom. Nézd csak, ott jön. De elaludtatok. Ennél a nagy nyájnál egyedül hagytatok. Mind úgy alszik, mint az összeesett duda. Ilyen hideg éjjel talán nem is csuda. Milyen szép ma Betlehem, fényességet lát szemem. Egy szép csillag, amit száll, rozzant pajtánál megáll. Glória! Hey, pajtás! Mondja a szolgán! Persze, hogy ne? A pajtás!
kedvessel! Hiszen ma megszületett, aki megjövendöltetett! Ez mi dolgát? Ez mit jelent ez? Új örömöt mondok nektek! Ti itt jelen vagytok! Megszületett Betlehemben a ti megváltótok. Rossz istállóban, szalmában, jászóban fekszik a messiás ebben a nagyhangban. Kertel öreg, indulás, vár minket a meskúja. Aj, kuratíra, babatíra, érhetetlen gyurgyóka. Basszeg okassa, mit kurjongatsz a fejed fölött? Miért nem hagysz már aludni? Na, csapófád az öreg alá! Csapófád az öreg apád a férje alá! Az lenni az öreg még a maga elejéből is állani! Te féljen, kend öreg! Velünk van az Isten! Nem félek én, csak a szívem nagyon remel. Hogyha volna kis csizmám, Jézuskának adatnám, báránybőrös többön kémmel jól betakarnám, akkor hozzám hajolna, talán meg is csókolna. Boldogabb a széles földön, senki nem volna. Még csak takarót sincs. Szeretettel adom neked ajándékú kopott pásztor szülöm. Én majd az éjszakát nélküle is tűröm. Édes kis Jézuskám, egy kis bárányt hoztam. Az alomból szépnek leginkább ezt láttam. Én is neked adnám kerek kis sajtocskán, de az út hosszú volt. Üres a kalisznyában. Talán elvesztettem esetleg neked. Még ide értem, mit elfelejtettem. Mit adj neki? Ne tölt fejed! Fejd a kecskét, hozd el tejet! Köszönöm, pásztor, köszönöm ti lehetek. És kívánok, a mennyben örvendel szentesetek. És ott csupa örömben éljetek. Köszönjük, fiaim, szép ajándékot! Isten jutalmazza minden fáradt állatot. Áldja meg arcát, örökké thank you.
készen vagyunk, Gertrúd. Ma nem kell kongatnia. Maga vívom be a többieket. Roderick, Bayard mama, készen vagyunk. Jöjjetek ebédelni. Mindig azt hittem, csak züllött emberek tartanak két lovat. Új ló, új ház, új feleség. Nos, mama, hogy tetszik? Mit szól az első karácsonyi evédünkhöz az új házban? Nem tudom, mit szól a mindehez a te drága jó apád. Ide, Bájár, mama! Itt a helyek között. Egy cseppiben összedákolt utajunkat, munkáltatunk. Igen. Jól emlékszem, hogy Szent Louis és Kansas City tele volt Indiának. Hihetetlen. Itt. Milyen csodálatos nap ez, ami első karácsonyunk. Csodás reggeli napsütés. Hú. És a gyönyörű prédikáció. Dr. McCarthy igazán gyönyörűen prédikált. Mégis írtam az egészet. Nos, mama, mit adhatok? Egy kis darabot a mellemhúsából. A legkisebb ágacskát is jég borítja. Ilyet szinte sose látni. Felvágjam a húst, mama drága. Gertrúd, elfelejtettem a zselét. Tudja, ott a legfelső polcon. Bajár, mama, a költözésnél megtaláltam az édesanyja mártásos táját. Hogy is hívták őt, mama drága? Mi is volt a maguk neve? Maga egy született mérlány. Zsanevéje, mérlejt, ugye? És a maga édesanyja, aki... Fel kellene írnod valahova! Engem Zsanevéje, mérlejtnak keresztelte. Az anyám neve Pace Morrison. Egy New Hampshire-i farmer volt az apja, aki olyan patkolókovács féle is volt. És anyám fiatal John Mérlejthoz ment fel. Zsanevéje, mérlejt? Facebook. Mindez fel van jegyezve egy könyvben, ott lesz valahol fenn az emeletem, abban minden pontosan benne van. Az ilyen családi históriák mindig nagyon érdekesek. Mama ugye szabad egy kis vörös volt karácsonykor. Sok vasat tartalmaz, biztosan jót tesz magának. Egy kis borfégy, hogy gyomrot kedvére tégy. Csak nem tudok hozzászokni a borhoz. Igazán nem tudom, mit szólna hozzá az apám. De hát minden úgy van jól, ahogy van. Újkos ülcagát érzem. Drága unokatestvéreim, el sem mondhatom, hogy mekkora öröm az nekem, hogy együtt tölthetem veletek a karácsonyt. Oly soká életem egyetlen rokon nélkül ott fenn Alaszkában. Mondd csak, Roderick. Mióta laktok itt az új házban? Na, vannak már. Vannak már, vagy 5 éve. Bizony, gyerekek. Már 5 éve. Naplót kellene vezetnetek! Ez a 6. karácsonyunk ebben a házban. Mit szólsz hozzá, Roderick? Nem olyan, mintha már 20 éve laknánk itt. Minden esetre olyan itt minden, mintha vadonat új lenne. Nos, mit parancsolsz, Brandon bátyám? Még egy kicsit a combjából, vagy a mellemhúsából. Frida, kérem, töltsön az unok a fivérednek. Ja, drágám, azt hiszem, sosem szokom hozzá a borhoz. Igazán nem tudom, mit szólna hozzá az apám. Mit akar inni, Bájár mama? Igen. Én még emlékszem azokra az időkre, amikor itt, ugyanezen a helyen indiánok tanáztak. Bájár mama, nem valami jól érzi magát az utóbbi időben, Roderick? Az anyám Morrison lány volt. És New Hampshire-ben egy lelkészhez, fiatal John Wainwright-hoz ment feleség. A lelkész egy vasárnap az Isten tisztelet alatt meglátta
pillanatokban. Bajár mama, nem volna jobb ágyba feküdni? És a prédikációja kellős közepén azt mondta magának. Ezt a lányt veszem el a feleség. El is vettem. És én vagyok a lány. Megszólítana mégis egy keveset, mama drága! Teljesen jól érzem magam. Egyetek csak nyugodtan tovább. 10 éves koromban azt mondtam a bátyámnak, kár, hogy ilyen baros napunk van. Tulajdonképpen már lámpát kellene gyújtani. A templomból hazafelé jövett, egy pillanatra láttam Louis elnagyot. Az is jászára panaszkodott. Különben egészen jól van. Tudom, bajában sem akarnám, hogy búsuljak miatt a manyhában. De képtelen vagyok elfelejteni, hogy egy éve még itt ült köztünk a tolószékében. És milyen boldog lenne, ha tudnám, mekkora örömünk van. Hát erre iszunk egyet. Brandon bátyám, ezt a poharat az egészségedre. Az egészségére, uram. A hölgyekre. Isten oltalmazza őket. Nagyon kínozza az őr, nagyot az is lesz-e? Azt hiszem éppen elég. Gyorsan feleljen, fiú vagy lány? Jó. Nos, Rodeik, milyen nevet adjunk neki? Jaj, ilyen gyerek még nem volt a világon. Hívjuk Charlesnak. Apád és nagyapád emlékére. Rodeik Charles? Hiszen ilyen név nincs is a Bibliában. De hogy nincs, biztosan van. Helyes, Rodeik. De nekem ő mindig Samuel lesz. Milyen elragadó a kezecské. Igazán a legszebb kezecske a világon. Jól van? Minden. Aludj jól, aranyom! Csak nehogy elejtse! Brandonnak és nekem szükségünk lesz rá a cégünkhez. Brandon bátyám, ezt a poharat az egészségedre. Az egészségére, uram! A hölgyekre! Isten oltalmazza őket! Köszönet, kedves uram! Milyen kár, hogy ilyen boros napunk van ma. És új gyermekem! Sose gondoltam volna, hogy kislány lesz. Nem elragadom. Nos, most olyan nevet választatsz, amiket te akarsz. Ó, igen. Rajtad a sor. Most úgy lesz, ahogy én szeretném. Legyen Genevieve az édesanyád emlékére. Aludj jól, kincsem! Képzeljétek el, egy szép napon nagylány lesz, bejön ide és azt mondja majd, jó reggelt, mama, jó reggelt, papa. De ugye Brandon bátyám nem minden nap születik ilyen mindig. De ilyen gyárs. Igazán? Új gyár? Tudod, Roderick, nagyon kényelmetlenül érezném magam, ha a végén kiderülne, hogy gazdagok lettünk. Már évek óta félek ettől. De ne is beszéljünk ilyenről karácsony napján. Még egy keveset kérek a mellemusából. Roderick, Charles arra született, hogy pap legyen. Ebben biztos vagyok. De azt mondja, viszont még csak 12 éves. Majd eldöntő maga, hogy mi ez van kedve. Különben, ha a véleményemet akarod tudni, mi azt szeretnénk, ha belépne a céghez. Minden esetre az az idő múlik a legnehezebben, amíg arra várunk, hogy a gyerekek felnőjenek és foglalkozást válsz. Nem. Én nem akarom, hogy az idő gyorsabban múljon. Én a gyerekeket úgy szeretem, ahogy vannak. Igazán, Roderick. Tudod, mit mondott az orvos?
Minden étkezéshez csak egy pohárral. Nem már veled, ennyi elég lesz. Nem is tudom, mi van vele. Roderick, vigyázz magadra. De drágám, a statisztikák szerint mi rendszeres és mértékletes ivó... Roderick, drágám, mi van veled? Mulasztottam el, amit odafölzsöküttem. És ráadásul egy ilyen ragyogó szép napot térhetem vissza közére. Jaj, drágám, annyit aggódtunk érted. Itt a pohár tejed. És az Efin, kérem, hozza be Bayard úr orvosságát. A könyvtárban van a fiókos szekrényben. Vász, most te szereteled fel a kulykát, kedvesem. Apád nem érzi jól magát. Roderick, mindig azt állítottad, hogy utálsz szeletelni, milyen ügyesen csináltad. Viharos napunk van, mama. Olyan hangja van a szélnek, mint a golyók sűrítenének a dombok felett. De olyan szép volt a prédikáció. Bayard mama is úgy szerette a szép prédikációkat. És a karácsonyi énekeket egész éven át dúdolgatta magában. Istenem, ma egész délelőtt ő járt a fejemben. Karácsony van. Ne gondolj szomorú dolgokra, elég rossz kedvűek. Hiszen ami szomorú, attól nem mindig leszünk rossz kedvűek. Úgy látszik, öregszem. Szeretem, ami szomorú. Brandon bácsi, hiszen üres a tányérod. Hilda, kérem, adja ide Mr. Brandon tányérját. Adhatok egy kis váltást is? Pompás időnk van. A legkisebb ágacskát is jégborítja. Ilyet szinte soha se látni. Átadtál minden ajándékot az Isten tisztelet után, Zsonöriel? Igen, mama. Az öreg Mrs. Louise ezzel szeretett a neked. Azt mondta, éppen ilyet szeretett volna. Sokat ad nekem, Charles? Nagyon sokat. Statisztikák szerint, hölgyeim és uraim, mi rendszeres és mértékletes... Mit szólnál egy kis korcsolyázni? 90 évig is elélek! Ezt hiszem jobb lenne, ha nem mennem a korcsolyázni. Igen. Igen. De még nem. Olyan fiatal volt még Brandon, és olyan okos. Azt mondom, olyan fiatal volt még, és olyan okos! Gyerekeim, sose felejtsétek el a papukat. Egy jó ember volt. De ő se akarná a karácsony napján bánkódjak utána. A mellemhúságból vagy a szomban, Zsonöviel? Még egy darabkát? Karácsonyi ebédünkre ebben a házban. Ma 25 éve. Bayard mama itt ült a tolószékében, és emlékezett azokra az időkre, amikor ugyanezen a helyen indiánok tanyáztak, és egy seppibe tákolt utajon keltek át a folyón. Lehetetlen, mama! Ez nem lehet igaz! De biztos, hogy így volt.
Még én is emlékszem, amikor csak egyetlen kövezett út volt. Boldogok voltunk, ha deszkapalló járhattunk. Mi még emlékszünk azokra az időkre, amikor járda sem volt. Igaz, Brandon? Úgy bizony, azok voltak a szép idők. Azok voltak a szép idők. És a tegnap esti bál, Sönövje, jól mulattál? Remélem, nem keringőztél kedvesen. Úgy gondolom, hogy egy jó családból való lánynak példát kell mutatnia. Szemmel tartott téged, Charles? Máshol járt a szemmel. Egész este Leonora Benninget figyelte. Képtelen tovább titkolni, anyám. Azt hiszem, eljegyezte Leonora Benninget. Segítség jegyeztem el. Leonora, nagyon csinos. Én sohasem megyek férjhez, anyám. Örökre melletted maradok. Ebben a házban az egész élet, mintha egyetlen hosszú boldog karácsonyi ebéd volna. Gyere, nem úgy ilyeneket. Hát nem akarod, hogy veled maradjak, mama? Ja, mama, olyan csacsi vagy. Nincs ebben semmi szomorú. Hát miért kell szomorkodni? Bocsássatok meg. Tűnik majd kicsit kiszámíthatatlan vagyok, ennyi az egész. Jó reggelt, Bejár mama. Jó reggelt mindenkinek. Micsoda gyönyörű karácsonyunk van. A mellemhúsából vagy a combol? Zsörögje, mama? Leonora. A neki is tebágatnak is jégborítja. Ilyet szinte soha se látni. Brandon bácsi, hiszen üres a tányéron. Rogers, kérem töltsön a bácsikának. Tedd azt, ami apád is szokott. Brandon bácsi úgy örülne. Hiszen tudod, Brandon bácsi, ez Brandon bácsi, ezt a poharat az egészségére. Az egészségére, uram. A hölgyekre Isten oltalmazza őket. Külön-külön mindegyiket. Köszönjük, kedves uram. És ha Németországba megyek zenét tanulni, megígérem nektek, hogy jövő karácsonyra újra itthon leszek. Ez semmiképpen sem mulasztal el, nem? Még gondolni sem merek arra, hogy egyedül leszel oda azokban az idegen pozícióban. Aj, de mama drága, az idő gyorsan telik. Észre sem veszed, hogy elmentem, és egy szempillantás alatt már újra itthon vagyok. Micsoda angyal, a világ legjobb. Voltak a szép idők. Vajdon. Hallasztál van. Anyám, mi az? A republikánusok valamilyen mi szavazatokat egyesíteni, ahelyett, hogy flikkerbe szakadnak. Na, akkor talán megtudnánk akadályozni. Anya nem szól nekünk, de az utóbbi napokban nem nagyon érzi jól magát. Ne légy, Duska. Ne elmész magad.
keresztkezdjekért mi maradt nekem? Nos, melyik? Mintha én lennék az első anyag, nekikre is születtek. Most nézd őket! Ja, majd miért is nem adatok meg Bayer mamának, hogy lássak kicsinyeket? Én nem akarok élni tovább, én ezt nem bírom tovább. Zsönövjel! Gondolj csak el, hogy milyen nehéz lenne anyának, ha arra kellene gondolnia. Zsönövjel. Sohasem mondtam el neki, milyen csodálatos lény volt. Mindjárt úgy bántunk vele, mintha csak a barátnőnk lenne. Azt hittem, örökre itt maradt le. Zsönövjel, kedves Zsönövjel, gyere ide egy pillanatra, nézd meg az ikreimet. A kislány Luciának fogjuk hívni, nem a mamája emlékére, örülsz neki. Nézzük, még imádni valók is kezessé van mind a kettőnek. Csodálatosak, Leonóra. Adod a nekik az újadat, kedvesem. Hogy tudják, fogják az újadat? A fiút Samuelnek hívjuk majd. Na, most gyertek és fejezzük be végre a karácsonyi ebédünket. Ó, elnejtse őket! Különösen a fiút ne ejtsen! Szükségünk lesz rá a cégnél. Képzeljétek csak el! Egy szép napon felnőnek, bejönnek ide és azt mondják. Hello, mama! Gyertek így őket korbort, Leonora! Zsönövjel! Nagyon egészséges, sok vasat tartalmaz. Eduardo, kérem töltsön a hölgyek poharába. Mondhatom, hogy farkasordító hideg van ma odakint. Ilyen napokon mindig korcsa járni szoktunk lenni apával. És anya, amikor kijött a templomból, mindig azt mondta, hogy... Tudom, azt mondta. Ilyen gyönyörű prédikációt. Légy is írtam az egészet. De miért sikeresem? Az a generáció mindig sírt a prédikáció alatt. Úgy szokták menni. Igazán, Zsönövjel. Gyerekkoruk óta mindig templomba jártak, és lehetséges, hogy a prédikáció az anyjuk és az apjuk emlékét idézte fel bennük. Mint ahogyan a karácsonyi ebédet minket is a szüleinkre emlékeztet. Különösen ebben az öreg házban. Ó, igazán nagyon öreg már Charles. És olyan csúnya ezzel a sok kovácsoltmas cirádával, meg a borzalmas kupolával. Charles, csak nem akarod átépíteni a házat. Nem. Semmiképpen sem akarom megváltoztatni ezt a házat. Ezen a évig végül is 50 éves már. Hát tavasszal levonjuk a kupolát és építünk egy új szárnyat a teniszpályák felé. Nénit, hogy költöző hozzánk és lakjon velünk. Ő igazán az a fajta lenni, akit szinte észre se vennénk. Hát így neki. Úgy látszik, mi csak karácsony napján gondolunk rá, amikor megkapjuk a karácsonyi kártyáját. Megint egy fiú. Végre van egy Roderick is Charles. Ó, Roderick Brandon Bayard. Ó, valóságos kis valgyúró. Viszont látásra, drágám. Nem lépj fel túl gyorsan. Maradj csak olyan, amilyen vagy. Köszönöm, Albert-vele. Maradj csak olyan, amilyen vagy. Most már három gyerekem van. Egy, kettő, három. Két fiú és egy lány. Egy egész gyűjtemény. Mi a szélve? Ó, megjött Ermenger néni. Gyere be, nénikém! Már nagyon megszeretnek téged megmenni. Ó, kicsi, rögtön oda ment hozzá. Ó, tulajdonképpen, hogy is vagyunk mi rokonságban, Ermenger néni? Nos, ez a te speciális törzsadás. De előbb találj egy kis törheléket, kis bujkát. Mártás, kér valaki még? Én pontosan el tudom mondani. Bayard nagymama volt a... Adi, Bayard nagymamátok. Másod unokatestvére volt az én Huskins nagyanyámnak.
Mondjátok a valós okosság révén. Igen, mindez benne van egy könyvben, valahol fenthever ezek a történetek. Rendkívül érdekes. Ostobaság, nincs is ilyen könyv. Én a följegyzéseimet sírkövekről gyűjtöm. És mondhatom nektek, jó csomó munkát kell lekaparni, amíg egy bíbacsőt megtalál az ember. Van egy történet arról, hogy az én baját nagymamám egy tutajon kelt át a Mississippi-t. Akkor, amikor még itt egyetlen híd vagy pompajok sem volt. Baján nagymama meghalt, mielőtt Genevieve vagy én megszülettünk volna. Bizony, az idő nagyon gyorsan múlik egy ilyen dac, és fiatal országban, mint a még végett kis váltást is elmesélnék. De Európában most biztos nagyon nehezen múlik az idő. Akkor a szörnyű háború. Mert talán nem is olyan rossz dolog időnként egy háborúra. Eltávolít egy csomó mérget, ami a lépekben felülemlik. Olyan, mint egy felfakadó kevés. Olyan, mint egy kevés. Oh, itt vannak az ikrek. Ugye milyen csodálatosan illik neki, mama? Na, gyere ide, mama, ne engedd be a negroleniknek, hogy a bélyeglagomban már játszol, amíg nem vagyok itthon. Azt teszem, ugye írsz néha-néha nekünk. Légy jó fiú, és jussunk az eszedbe. Ermengárd néni, tettél majd abból a süteményből, amit olyan jól tudsz csinálni. Hát, hogy ne küldeni, drágok. Ha pénzre lenne szükséged, akkor tudod, hogy vannak megbízottaim Párizsban és Londonban? Hát akkor, Isten veletek! Pillanatra a Mrs. Fairchildot a templomból kijövet. Azt mondja, kicsit jobban van a reumájával. Hálásan köszönni az ajándékot, amit hűtél. Egy barókosság volt, ugye? A prédikáció csodálatos volt. És ami színes üveg, amit leugor, olyan gyönyörű. Mindenki erről beszél. Aztán szemét emlegették már, mert szeretettel. Bocsáss meg, Leonóra, de jobb beszélni, mint nem beszélni róla, hiszen mindjárt amikor jóformán még gyerek volt. Jóformán gyermek csársz! Meg szeretném neki mondani, hogy milyen csodálatos volt. Olyan közömbösen engedtük el. Meg szeretném neki mondani, hogy mennyire szerettük. Igen, Ermengárd, igazad van. Természetesen jobb, ha beszélünk róla. Igazán semmit sem tehetek? Nem. Nem. Csak az idő. Csak az idő múlása segített az ilyesmi. Mi baj van? Miért vágtok ilyen komor arcot? Esésen korcsolyáztam ma. Ülj le, Rodeik, beszélben van veled. Mindenki ott volt. De Lucia egész idő alatt a pályai félelső sarkában korcsolyázott Dan Creightonnel. Most Lucia mikor lesz? Nem tudom, miről beszél. Lucia hamarosan itt hagy bennünket, mama. És éppen Danny Creighton. Roderick, beszédem van veled. Igenis, papa. Igaz, Roderick? Hogy tegnap este feltűnést keltettél a miénk az. És karácsony előestéjén még táncoltál is? Kérlek, Charles, nem most a karácsony jelén alatt. Nem, ezt nem csináltam. Igazán papa nem ő volt. Az a rémes Johnny Louis. Johnny Louis nem érdekel. Az érdekel, hogy ez én saját fiam. Charles, kérlek! Páros rettetintélyes a család. Gyűlölöm ezt a várost. Mindenestül. Mindig is gyűlöltem. Úgy viselkedtél, mint egy tacskó, mint egy neveletlen, elkényeztetett tacskó. Hát mit csináltam? Mi rosszat tettem? Részeg voltál és pimacul viselkedtél a legjobb barátaim lányaival. Nincs a világon semmi, amiért érdemes ilyen utálatos jelenetet rendezni, Charles. Szégyenem magam miattad. Nagy Isten! Mi más lehetne tenni ebben a városban, mint jól berúgni, hogy az ember meg ne halljon unalmában? Az idő olyan lassan múlik, szinte áll. Ez itt a baj. Nos, hívj. Hát akkor mit teszünk róla, hogy ne unatkozzon?
Ott hagyod az egyetemet, és január 2-án belépsz a Bayern-gyárba. Majd bolond leszek a te ózsdi gyáradba belépni. Inkább elmegyek valahova, ahol jól telik az idő. Nagy Isten! Roderick! Roderick, gyere ide egy pillanatra! Sász, hová mehetem? Nyugodj meg, mama! Vissza fog jönni. De nekem most fel kell mennem csomagolni. Nem marad egy gyerek. Mama! Visszajön! Csak Kaliforniába ment, vagy valahol máshova. Elmegy a dreamel, vagy el mindent összecsomagolt nekem. Ezzel köszönhetem magát, Béni. Nem sokára visszajövök. Csoda szép napunk van. A templomból jövet találkoztam Mrs. Fosterrel. Az ízületi gyulladás, ahol elmúlik, hol meg kiújul. Nagy fájdalmai vannak? Ő azt mondja, 100 év múlva már minden mindegy lesz. Bátor, sztorikus asszonyka. Még egy darabot a mellemhúsából, mama. Méri kér, hagyja ide a másik tányért is. Mi az, Méri? Egy karácsonyi képeslap Párizsból. Sok szeretettel kívánok mindnyájatoknak boldog karácsonyt. Írtam nekik, hogy ma eszük az utolsó falatot a lakodalmi tortájukból, és közben rájuk gondolunk. Úgy látszik, Ermengert végleg eldöntötték, hogy a keleti partvidéken telepszenek le. Még csak a szomszédságával sem lakhatom a lányoknak. Azt remélik, nem sokára házat építhetnek maguknak valahol a tengerparton, New Yorktól északra. New Yorktól északra nincs is tengerpart. Hát akkor keleten, vagy nyugaton, vagy valahol. Nagy jég! Micsoda sötét nap! Milyen lassan múlik az idő, ha nincs fiatalosság. Három gyereked van valahol? Nos, az egyik életét adta a hazájáért. A másiknak alumíniummal kereskedik Kínában. Én mindent elviselek, de kibírhatatlan ez a rettenetes korom minden. Már régen el kellett volna innen költöznünk. Minden héten ki kell cserélni a függönyöket, körös körül vagyunk véve gyárakkal. De zsönövjel. Én ezt nem bírom tovább. Elutazom valahova. Nem csak korom árad valósággal ezekből a falakból, de a gondolatok is mind arról, ami itt volt és ami lehetett volna, és az érzés, ahogyan az évek mindent felőrölnek. Az anyám tegnap halt meg, és nem 25 éve. Ó, én inkább külföldre megyek élni és meghalni. Igen! Én leszek az amerikai vénkisasszony, aki egy müncheni vagy firenzei penzióban él, és ott is van meg! Zsönövier, te nagyon kimerült vagy. Zsönövier, vigyál egy pohár hideg vizet. Mi? Hozzá már ezt a vizet! Bocsássatok meg! Kedves Zsönövier, vissza fog térni hozzánk. Gondolját? Megteszek mindent, amit tőlem. Rendben van, Leonora. Megteszem, amire kérsz. Írok a tanástól. Megértő leszek és megbocsátok végül is karácsonyban, nem igaz? Nem is levelet, sürgőnyt fogok írni. Még ezt fogom tenni. Thank you.
Ma nem tudok semmit se enni. Na jó, talán egy kis darabot a márakosságon. Mrs. Tinder, beszélgettem egy keveset a templomból jövett. A fiatalok után érdeklődött. A templomban olyan büszke voltam Leonóra, hogy mi üvegablakaik alatt ülhettem, és ami emléktáblák alatt. A bajársarú. Igen, szabályos bajársarú. És én nagyon szeretem. Elmondja. Rossz néven mennék, ha tavasszal elmennék a gyerekekhez, és egy kis ideig mellett maradnék. Dehogy is lennék rossz néven, Leonóra. Hiszen tudom, hogy mennyire vágyakoznak utána, és szükségük is van rá. Különösen most, hogy házadban építenek maguknak. Szóval nem haragszol. Ne felejtsd el, hogy ez a ház a te házad is, amíg csak akarsz. Nem értem, miért nem szereti ezt a házat senki sem közületek. Én el sem tudom mondani, mennyire szeretem. Nem sokára visszajövök. Észre se veszed, és újra itthon lesznek. És akkor majd esténként megint felolvasunk egymásnak. Írja, hogy Bayard mamának szólítják, mint egy öreg hölgyet. És azt is írja, hogy sokkal kényelmesebb neki holószékben jönni menni. Olyan aranyos vagy. És miért elhagyok magának egy titkot? De ne felejts el, hogy ezt a nagy titok. Unokát várnak. Ugye milyen jó hív? De most... Milyen jó hív, hogy keresem.
ami mentén létrejött és működik tovább ez a... A Phoenix tojásdíj azért jött létre, hogy jelképezze, jelezze a Phoenix művészeti műhely tagjainak, baráti körének, nézőinek és szimpatikusainak egymásra irányuló figyelmét egy olyan világban, melyben az értékek értékcsökkentése, a kultúra politikai formálása, az egymás iránt vállalt törődés, önzéssé változtatása világméreteket ölt, de a tojás, a jövő szimbóluma magában hordozza a változás lehetőségét. A Phoenix tojásdíj minden évben jelzés a színházi műhely munkájában részt vett művészeknek és művészjelölteknek, hogy az igényesség nem lehetőség, hanem és engedjék meg, hogy először a társulat titkos szavazatai alapján a tavalyi év színházi évad legjobb színészének választott Partai Laurának adja már a Phoenix tojás díjat. Szmocseki Áda című előadás volt. Alkotói Sződi Szilárd rendező, Tóth Tamás zeneszerző, Fábián Ágnes asszisztens, Árpád Andrea, Baku György, Bakos Panna, Fábián Ágnes, Gránic Gábor, Hartai Laura, Máté Beáta, Pásztor Zsolt, Tarth György, Zernovác Erzsébet színészek. Hát a rendezőt kérem, fáradjunk és vegyél! Színésze a közönség szavazatai alapján, szintén Hartai Laura. Makrai Gábor operatőrök, Árpád Andrea, Facskó Marica, Gál Éva Veronika, Gránic Gábor, Hartai Laura, Makrai Gábor, Szávai Katalin, Tarth György, Zernovác Erzsébet színészek, valamint felvételről közreműködtek Bakos Panna, Nagy Gabriella, Fábián Ágnes, Rén Friderika, Zimmermann Zsófia színészek, Bodori Panna, Magyaródi Bence és Várkonyi Tamás színine vendégek. Kérem a rendezőt, legye által. Gratulálok minden díjazottnak, jövőre is folytatjuk a kiválasztást. Kérem, vegyenek részt a
szavazásban nézzék meg előadásainkat, és tulajdonképpen egyetlen feladatom van már csak az előtt, hogy a színi növendékek, színészek, tanárok egymással megajándékozó kis beszélsátnak teret engedjek, az, hogy megköszönjem a jelenlétüket, és boldog ünnepeket, békés karácsonyt, és minden jót kívánjak a ügyeszedőnek. Thank you.